A címvédő Falco Vulcano Energia KC Szombathely együttesét a Deac kosárlabda csapata fogadja. Jó napot kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket. 10 napnyi pihenő után lép ismét pályára az egy győzelemmel és 2 vereséggel álló Deac, amely hazai pályán fogadja az egyre jobb formába lendülő, legutóbb Sopronban az alapszakaszban 5 év után először magabiztosan nyerő Falco gárdáját. A legutóbbi 2 idény kezdetekor gyakorlatilag csak az volt a kérdés, hogy képes lehet-e bármelyik gárda arra, hogy megszorongassa az aktuális évadot. Mind a 2 játékos 1-es-2-es poszton egyaránt bevethető. Pot! Ő tehát a szerb válogatott, nagyon szépen hozta közelebb, és nagyon gyönyörű mozdulattal tartotta előre fele. Kajbi. Jó kis dobás volt. Tehát ő az a típusú játékos, akit egyébként érdemes tényleg leigazolni. Perl meg is szerzi az első 2 pontosát. Ray Kavels a Légia Varsótól érkezett. Általában 2-es poszton játszhatják, közben egy szép dupla Perltől. Kavels. Barács elzárásán beleáll a triplába, az jó. Na, ő az a játékos, akiről elmondtam, hogy az előző 3 szezonban hogyan dobta a triplát, melyek a salá. De viszont utána itt megelad egy labdát Gams. Tybee. Bedobja a 3 pontos. 2 gyors közeli duplával, de hát azért látszik, hogy megzavarható. Ó, mekkora búra volt, azt a mindenit. Hát, hogy is mondjam. Azért nem szép a meccs. De ez legalább bent van. Kavels megint. Hát ő lehet a Falco nyerő embere. A Falco benne bízhat. 10 pontot dobtak a második fél időben eddig. És újra eladja a labdát a Deac. Rohan Perl. És végig is tudja vinni, és most kér David Dedek időt, akkor, amikor gyakorlatilag eltüntette a Falco a különbséget. Kavels bedobja a triplát. Hát Kavels a nyerő ember. Perl. Mondhatnám azt is, hogy a nehezét megcsinálta. Barács. Szép labdát kapott. Kavels. Ő is elenged egy 3-ast. Ez is bent van. 14 pontos most már Kavels. Ő a legeredményesebb játékosa a Falcónak. Jimmy Taylor 9-nél 4 az előny hazaiaknál. Brown, Tybee, tripla, ha bemegy. És bemegy. Mert Tybee gyönyörű 3 pontos szórt. 4,2 másodperc maradt, nem falt volt, hanem csak kiment a labda. Na nézzük, hova tudják bedobni. Tybee a sarokban, bedobja a 3 pontost, amivel vezet. A Falco 1,4 másodperccel a vége előtt. Azért annak talán nagyobb az esélye, mint egy 3-asnak bedobni, ha egyáltalán be tudják dobni. Taylor, Drenovac, és nincs falt. És ha nincs falt, akkor viszont nyer a Falco 71-69-re. Ugye Drenovac arra ment, ugye Taylor kapta meg a labdát, ez volt a lehető legrosszabb választása a Deacnak.